4 polgármester jelöltje is volt Újfehértónak az önkormányzati választásokon. Végül a Fidesz-KDNP jelöltje, Hosszú József kapta a voksok több mint 56%-át, így a városnak új vezetője lett a következő 5 évre. Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye negyedik legnagyobb települése a 229-ből. Csak a megyeszékhely, Mátészalka és Kisvárda előzi meg a népesség szempontjából. Nyíregyházától mindössze 16 kilométerrel délre, a Nyírség-Hajdúság felé eső peremén fekszik. 1836. április 28-án állította ki 5. Ferdinánd azt a kiváltságlevelet, amellyel Újfehértót a mezővárosok sorába emelték. 1886-ban azonban törvényi úton visszavonták a mezővárosi privilégiumokat, így Újfehértójét is. A település a városi címet 1992. márciusában kapta meg újra az akkori köztársasági elnöktől, Göncz Árpádtól. A település népessége meghaladja 12.500-at, közülük 10.231-en választópolgárok. Köszöntöm a stúdióban dr. Hosszú Józsefet, Újfehértó új polgármesterét. Jó estét kívánok, és gratulálok az eredményhez. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önt és a kedves nézőket. Ugye 4 jelölt indult a városban, Kovács Sándor és dr. Varga Sándor mellett a korábbi polgármester, Nagy Sándor volt az, aki igazából komolyabb ellenfél volt ebben a küzdelemben. Mégis Önre esett a választók szavazata, és több mint 50%-os részvételi arányról beszélünk. Mit gondol, hogy mi az, ami miatt Újfehértó váltani szeretett volna? Én úgy értékeltem az elmúlt hétben a választás óta, hogy az Újfehértó emberekben megfogalmazódott az az igény, hogy valami újra, valami modernebb dologra van szüksége a városnak, hisz az emberek elmondása alapján egy picit alvó város lett az utóbbi időszakban a Újfehértó, és ebben úgy látták, hogy a személyemben, illetve a Fidesz-KDNP által támogatott jelöltekben van a lehetőség, hogy mi meg tudjuk ezt a szekeret úgymond indítani, és Újfehértó elindult egy új úton. Milyen koncepció mentén gondolkodik? Hát ugye a választásnál az is fontos volt, hogy engem azért az Újfehértó emberek ismernek, hisz mielőtti Szavasváriba kerültem, előtt én 15 évig a helyi önkormányzatnál dolgoztam, és így kvázi egy ismert ember indult a Fidesz-KDNP színeiben. És én fontosnak tartom azt, hogy Újfehértón azok az elmaradások, amelyek az utóbbi időszakban tapasztalatok voltak, ezek megszűnjenek. Egy konkrét példát szeretnék mondani, Újfehértónak nincs ipari parkja. Azt hiszem a megyében talán országosan is egyedülálló dolog az, hogy egy ekkora nagyságú településnek, hisz Újfehértó 12.700 lakosú, nincs ipari parkja, és ezt legfontosabb feladatomnak tartottam, amit le is írtam a kampányomban, hogy ipari parkot kell hozni Újfehértóra, hisz az újfehértőek nagyon dolgos emberek, szeretnek dolgozni, kvázi nincs munkanélküliség a városban, mert nagyon sokan ingáznak, de én úgy gondolom, hogy a családapaként is, meg a saját bőrömön is tapasztaltam, milyen az, hogyha ingázik az ember, és sokkal jobban élnek az emberek, hogyha helyben tudnak dolgozni, és ez a legfontosabb feladatunk, hogy helybe hozzunk munkaerőt. Milyen állapotban van most a város gazdaságilag? Én úgy gondolom, hogy a város költségvetésével nagy gondok nincsenek. Ugye a kormány a 2014 végén az adósságot átvállalta, több mint 1,3 milliárd forint értékben a város adósságát, azóta pedig egy feszes költségvetés mellett nincsenek likviditási gondjai a városnak, amiért köszönök is az elődömnek, hisz nem vitték túlzásba a költekezést. Milyen lemaradásaik vannak, hiszen említette, hogy szeretnének nagyobb lendületet venni a városban? Ugye aki Újfehértón jár kell, az láthatja, hogy az útjaink állapota az hagy némi kívánivalót maga után. Szerintem a megyében, megint egy rossz példa, megyénben nálunk a legalacsonyabb az aszfaltos utak aránya, állami útjaink is elég kritikus állapotban vannak. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy az útjainkat rendbe rakjuk, nincsenek járdák a városban, nincsenek kerékpárutak a városban, és azért sok gyerek jár iskolába a fő útjaink mentén, vagy magán az úttesten, és csak hál' Istennek eddig nem történt katasztrófa vagy tragédia, de ezzel mindenképpen változtatnunk kell, hogy az úthálózatunk is fejlődjön. Milyen stratégiája van a városnak? Tehát munkahelyteremtés, útfejlesztés, illetve ugye Újfehértó a fürtös város, ezt is szeretnénk, ugye a Fürtös megyről vagyunk híresek, hisz Európai Uniós oltalom alatt áll a Fürtös megy, ezzel is szeretnénk egy kicsit a térképre visszatenni, illetve ami lakosság részéről felmerült igény, hogy legyen egy strandfürdőnk.
Tehát a megyében, akármerre járunk, egy hasonló nagyságú településen mindenütt van strandfürdő, Újfélton ez még hiányzik, ugye és a termálvíz adottságait nem csak a strand szempontjából szeretnénk kihasználni, hanem a mezőgazdaságban, illetve az épületek fűtésében is fontos lenne, hogy ezt a vizet tudjuk használni. Hogyan látja, hová tudja Újfehértó saját magát helyezni? Ugye Nyíregyháza és Debrecen is viszonylag közel van. Én úgy gondolom, ez régen azt mondták, hogy Újfehértón nem lehet semmi, mert Nyíregyháza is közel van, és Debrecen is közel van. Én úgy gondolom, mostanra eljutott oda ez a két nagyváros, hogy az ilyen egy kisebb méretű vállalkozások nyugodt szívvel jöhetnek Újfehértóra, hisz egy ilyen 50-100 fős, 150 fős cégekben gondolkodunk, velük vannak már előre haladott tárgyalások, és mi előnyét szeretnénk annak élvezni, hogy Nyíregyháza közel van, hisz a reggeli és délutáni forgalmat látva a négyes főúton látjuk azt, hogy a két település között milyen hatalmas az ingázás, és úgy gondolom, hogy nagyon sok embert meg tudunk azzal szólítani, hogyha nem kell Debrecentől Nyíregyházáig elmenni, illetve vissza, hogyha Újfehértón olyan munkahelyek létesülnek. És ugye mi egy agrárváros vagyunk, tehát itt nekem a két célcsoportja van a befektetéseknek. Egyrészt ugye agrárváros vagyunk, szeretnénk agráripari, mezőgazdasági feldolgozó üzemeket létesíteni, illetve ami nagyon fontos, hogy Újfehértó bekerült a Debrecen fejlesztési régióba a BMW gyár kapcsán, hisz Újfehértó déli része kb. 25 kilométerre van a BMW gyár majdani helyétől, ami úgy gondolom, hogy nem távolság a mai világban, és szeretnénk majd azért dolgozni, hogy lobbizni, hogy a négyes számú főút a jelenlegi két sáv helyett kétszer kétsávos legyen, és ezzel még inkább tudnánk az áruforgalmat, illetve a közlekedés hatékonyabbá tenni. Mi az, amit egy újfehértói ipari park mondjuk nyújtani tud a nyíregyházi meg a debreceni között? Biztosan olcsóbbak az ingatlanok, szerintem kicsivel olcsóbb munkaerőt is tud találni a befektető, valamint ugye az autópálya 6 kilométerre van Újfehértótól, tehát Nyíregyháza egyes részei is messzebb vannak az autópályától, mint Újfehértónak az ipari parknak tervezett része, illetve ugye vasúti fővonal mentén fekszünk, ami szintén egy óriási előny, hisz információim alapján a vasúti áruszállítás előtérbe fog helyeződni a közeljövőben, és mi ebben is jó célpont vagyunk, hisz a fővonal mellett vagyunk, és nagyon jó lehetőségek vannak ebben is. Történtek már ebben az irányban kapcsolatteremtési kezdeményezések? Hát én a kampányban is, és azóta is folyamatosan egyeztetek, tárgyalok, akár városvezetőkkel, akár kormányzati szereplőkkel, gazdasági szereplőkkel, és én bízom benne, hogy ezek a tárgyalások eredményesek lesznek, és Újfehértó egy új lendületet fog kapni. Mik azok a folyamatban lévő akár pályázatok, fejlesztések, amit folytatnia kell? Tehát ami már beadott pályázat és nyertes pályázat, az egy piaszcsarnok építés. Folyamatban van egy játszótér építés, ugye Újfehértón a 3 héttel ezelőttig elmondhattuk, hogy nincsen közterületi játszótér, 3 héttel ezelőtt adtuk át a város első közterületi játszóterét. Ugye én családapaként ezt megint fontosnak tartom, hogy a gyerekeket szólítsuk meg, illetve fiatal barátok legyünk. Tehát ez a játszótér projekt van folyamatban, kerékpárút, belterületi kerékpárút fejlesztés van folyamatban, illetve hamarosan bízunk benne, hogy a Honvédelmi Sportközpont, ami már egy régi kormányzati döntés, abban is pozitív döntéseket fogunk majd tudni tolmácsolni a lakosság felé. Mi az, ami most van tervezésben, vagy beadás előtt? Beadás előtt szeretnénk az úthálózat fejlesztéssel mindenképpen foglalkozni, illetve csapadékvíz elhelyezési problémáink vannak, amelyeket szintén szeretnénk pályázati forrásból megoldani. Mennyire konstruktív ellenzékre számít? Ugye a testület összetétele is megváltozott, megfordult az előző ciklushoz képest, de én beszélgetve az ellenzéki képviselőkkel pont ma volt egy ilyen egyeztetés. Én úgy látom, hogy azokat a döntéseket, amelyek ők is úgy fogják látni, hogy a város érdekét szolgálják, abban maximális támogatásra számítok részükről. Mi az, amit Újfehértó élhetőségéért tudnak majd tenni? Én szeretném azt, hogy a fiatalok ne költözzenek a városból, tehát én a fiatalok helyben tartása is egy fontos eleme volt a programomnak, amelynek több lépcsője van, ugye ez munkahely legyen, lakhatási körülmények, az önkormányzatnak nagyon kevés bérlakása van, ebben mindenképpen fejleszteni szükséges, tehát én új bérlakásokat szeretnék építeni, illetve jelenleg sajnos Újfehértón a fiataloknak nincs szórakozási lehetőségük. Emlékszem az én fiatal koromban a
az én korosztályomból mindenki a helyi diszkóban ismerkedett meg, tehát ott nagyon sok házasságnak az első lépéseit tették meg a helyi diszkóban, ugye ez mostanra megszűnt. Fiatalok bejárnak Nyíregyházára, Debrecenbe, nem ismerik azokat az embereket, akikkel együtt szórakoznak, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi fiatalok helyben tartásának ez is egy fontos része, hogy helyi szórakozási lehetőségük legyen. Dr. Hosszú József, sikeres munkát kívánok a következő 5 évre. Nagyon szépen köszönöm.